Sziasztok! Hát tudom, 1000 éve nem jelentkeztem semmiféle újdonsággal, de az az igazság, hogy elég sok elmaradásom volt mindenféle fontos játék letolását, illetően Baldur's Gate 2, meg kiegészítői, meg apróságok, de egyik se olyan, amiből úgy gondoltam, hogy el lehetne készíteni egy viszonylag rövidebb, tömörebb videót. Mondjuk egy Baldur's Gate-ből föltölteni egy 250 órát, az szerintem a kutya nem nézné végig, de lehet, hogy tévedek, nem tudom. Viszont nagyon szeretem a különlegességeket a játékiparban, és ennek szerintem az egyik oszlopos tagja ez az Asuras Wrath, ami az a nagy helyzet, hogy nagyjából egy éve a polcomon porosodott, de nem igazán éreztem semmiféle motivációt, hogy sort kerítsek rá. Aztán az a nagy helyzet, hogy ahogy haladtam előre a történetbe, egyre inkább megkedveltem. Különlegessége, hogy nem is igazából annyira játék, bár vannak benne azért szivatós részek, hanem inkább egyfajta interaktív anime. Úgyhogy szerintem abszolút elfér ide a csatornára, mint egy különleges darabja ennek az egész. Nem is tudom, nem merek életmű szót használni, de amit a csatornára szánok, az mindig azt hiszem, hogy olyan kell, hogy legyen, ami egy kicsit különlegesebb, mint az átlag. Tudom, hogy mondjuk egy Uncharted is különleges, de mégse annyira különleges, mint egy interaktív anime, úgyhogy csapjunk bele, megmutatom nektek. Szeretnék elmondani még nektek, hogy ja, ez most elég nehéz lesz, mert éppen zenehegyek vannak. Talán itt ebbe a menübe el tudom nektek mondani a lényeget. Azt akartam mondani nektek csak, hogy talán az egyetlen olyan játék a piacon, bár lehet, hogy rosszul emlékszem, aminek az igazi befejezéséhez meg kell vásárolnom egy DLC csomagot, ez abszolút bicska nyitogató dolog, de hát szerintem tudja nagyon jól a Capcom, hogy mit csinált, mert igazából egy olyan különleges történetet tárnak a játékosok elé, meg annyira egyedi az egész cucc, hogy jól ráéreztek arra, hogy ha már elviszed a 18. epizódig, akkor a 19, 20, 21, 22. epizódot is meg fogod vásárolni, ha beledög lesz is. Biztos vannak kivételek, akik mondjuk megnézik a YouTube-on, nem tudom. De nehéz kimondani, de valahol azt kell, hogy mondjam, hogy érdemes, mert érdemes, mert tényleg különleges egy játék. Kicsit egyébként engem a Dragon Ball-ba megismert dolgokra emlékeztet, hogy úgy mindig fokozzák az őrületet és a látványt, és a végén már amikor már azt hiszed, hogy már elolvadsz, mert már nem lehet már tovább fokozni, akkor még mindig fokozzák kettővel, aztán még azt még kettővel. Úgyhogy teljesen kész van az ember ettől a játéktól. Nagyon érdekes. Még annyit róla, hogy
Létezik még hozzá kettő darab Lost Episodes nevezetű DLC, azt is megvásároltam, végvittem, szerintem azt is érdemes, persze csak olcsón beszerezni, amikor épp akcióban van, azt is majd feltétlenül megmutatom nektek, meg hát kicsit ez a végigjátszás, mint ahogy szokott, most is annak a szellemében zajlik, hogy a PC-seknek is egy kicsit az ember próbáljon megkedvezni, mert ez a játék PC-re nem tudom mikor lesz, talán majd emulátor alatt mondjuk egy 5 év múlva vagy 10 év múlva. Kizártnak tartom, hogy a Capcom ezt valaha kitolná úgy direktbe PC-re, főleg, hogy olyan mérsékelt sikereket ért el a játék konzolon, holott igazából talán azért, mert nem tudom, mert nem igazán játék, hanem interaktív film, de akkor ennek meg ellentmond az, hogy a Heavy Rain meg a Beyond Two Souls miért sikeres. Hát ja, nem tudom. Lehet majd esetleg erről tanakodni a hozzászólások részen a YouTube csatornán.